Az egészen fiataltól az idősebb autókig szinte minden megtalálható ebben az autókereskedésben. Mi 2008-ban valamivel több mint 10 év volt az autók átlag életkora a magyar utakon, ez ma már közel 15 év. Ennek egyik oka, hogy műszakilag egyre megbízhatóbbak az autók. A korábbi modellek 10-15 évesen már sokszor teljesen használhatatlanná váltak. Ma már azonban egy 15 éves autóval is biztonsággal lehet közlekedni. Különböző kategóriák vannak, tehát van, aki mondjuk max. 10 éves korig vásárol, vagy 15 éves korig, de egy idő után már nem a kor számít, hanem a műszaki állapot. Tehát akár egy 15-20 éves kocsi is lehet jobb állapotú, mint egy 10 éves. Ez kilométerfutástól és sok minden mástól is függ. Ez attól, hogy a tulajdonosa úgy tartja karban az adott gépkocsit. A régebbi modelleket keresik esetlegesen a idősebb korosztály, mert azokkal már volt tapasztalatuk, bevált, a fiatalabbak meg inkább a sportos, mai modern formákat keresik. De nyilván mindenképpen ennek ez a pénztárcára függvénye is, mert azért az egyetem, hogy a fiatal kocsik jóval magasabb áron vannak, mint az idősebb kocsik. De egy idő után, így 10 év, meg 15 éves kor után már nem igazán a kor számít, hanem a műszaki állapot. Ezzel együtt nem csak az autók életkora, hanem a darabszámok is nőtt. 2019-ben 115 évnél idősebb állampolgárra 44 személygépkocsi jutott. 11-jel több, mint 2010-ben. A szakemberek szerint az emelkedő adatok szoros kapcsolatban állnak a változó életminőséggel, azzal, hogy valaki képes-e fenntartani egy autót. A GKI ábláján különböző színnel jelezték a 100 főre jutó gépkocsik számát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében átlagosan 30 autó jut 100 főre. A nyugat-magyarországi megyékben több helyen sötétpiros területek vannak, ahol ez az adat eléri a 60-at. Itt a statisztikai adatokkal azért vigyázni kell, hiszen van, amikor a lakhely, meg a forgalmbevezés nem mindig ugyanaz. Tehát ezt csak arra mondom, hogy ha egy szabolcsi lakos elmegy Budapestre vagy Dunántúra vásárolni egy kocsit, akkor az ottani forgalmbevezési statisztikát emeli, vagy fordítva, hogyha egy budapesti eljön ide Szabolcsba vásárolni, akkor az itteni statisztikát emeli. Tehát ezekből a statisztikákat azért egy picit fenntartással kell kezelni ilyen értelemben. Én azt mondom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a nagyjából az országos átlag, vagy egy picivel az átlag alatt van a darabszám, meg a gépkocsik átlag életkorát tekintve. Nyilvánvalóan, hogy ez a örökölt hátrány miatt is lehet, de nyilvánvalóan Budapesten meg Dunántúlon magasabb kategóriák forognak jobban. Ez megfigyelhető a kocsik árában, illetve az életkorában is. Az elmúlt években regisztrált személygépkocsik száma megyénkben mutatta a harmadik legnagyobb emelkedést, 34%-ot. Ma már nem ritka, hogy egy családban kettő vagy akár három autó is van. Flotta bővítésnél az emberek 80%-a használt autót keres. Ez évente közel 700 ezer vásárlást jelent, míg ugyanez a szám új autó kategóriában mindössze 150 ezer.